Hallgassák meg a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar előadásában Müller József Jászkun indulóját. A zenekar CD-je most jelent meg, aki szeretné, megvásárolhatja. Műsorunk folytatásaként kérem, hallgassák meg Instant Koncert című zeneművet. Thank you.
1941. december 7-e, a II. Világháború fordulópontja, a történelem egyik legvéresebb csatája, a hadtörténet egyik legnagyobb veszteensége, a japán légierő hadüzenet nélkül megtámadta Amerika csendes-óceáni flottáját. A támadás számtalan áldozattal járt, hatalmas pusztítást vitt végbe. Sokáig tartott, míg az amerikai hadsereg kihevelte a csapást és felkészült a visszavágásra. Hans Zimmer, Pearl Harbor. Thank you.
Köszönjük szépen a nagyon sok tapsot, amit eddig kaptunk. Kicsit magamhoz ragadtam a szót. Hát ez volt a meglepetés. A pörhábor alatt egy repülőgép és sportrepülőgép húzott el. A pilóta Talabos Gábor volt, aki a nagybátyám. Gémánkoszoros... Gémánkoszoros pilóta, a Magyar Műrepülőválogatott szövetségi kapitánya, és most márciusban kapta meg magyar polgári repülésért érdemlet, amit egy évben 4 embernek adnak át, úgyhogy köszönjük szépen. A történet a képzeletbeli afrikai büszke birtokon játszódik, ahol Mufasa egy oroszlán királyként uralkodik a többi állat felett. A film kezdetén Rafiki a sámán bemutatja Szimbát, Mufasa király és Sarabi királynő fiát a trónszír körül gyülekező állatalattvalóknak. Azt hiszem többet nem is kell mondanom, mindannyian tudják már, hogy az Oroszlán király című egész estés mozifilmről van szó, melynek zenéjét Elton John és Hans Zimmer írtak. Utazzunk hát gondolatban a szavannákra, ahol az élet az úr. 1994-ben világhódító útjára indult egy rajzfilm, mely számos szakmai elismerés, 2 Oscar-díj és 3 Golden Globe-díj megszerzése mellett gyermekek millióinak szívébe is belopta magát. A történet a forró Afrikában játszódik, főszereplője pedig Szimba, a kis oroszlán. A szavannákon megtanulja, hol a helye az élet körforgásában, mi alatt számos akadállyal megküzd, hogy apja szellemében ő lehessen az új oroszlán király. Következzék Hans Zimmer és Elton John Oscar-díjas zenéje. Thank you.
ez mégis csak egy oroszlán, és az oroszlán a magunk fajtával táplálkozik. Micsi ez ahhoz? Előbb-utóbb megnő. Lehet, hogy a barátunk lesz. Maraság ez a javában. Lehet, hogy a ba. Hé, mi van, ha a barátunk lesz? Akkor hát megtartjuk. Na, na, kinek az ötlete volt ez? Persze, hogy az enyém. A bűvölet honában, vásárolj nálam. Ide néz, vízipipa, kávét főz és krumplit is szeletel. Strapabíró, nem tör, eltör. Ó, ezt nézd meg, légmentesen záró, hol tengeri tároló elé fülej. Tökéletes. El ne menj, ha jól látom, csak a rendkívüli ritkaságok érdekelnek. Biztosan te is pecses darabnak tartod majd ezt. Ne tévesszen meg a közönséges küllem, mint a legtöbb esetben itt sem a külső számít, hanem az, amit a belseje rejt. Nem akármilyen lámba ez, megváltoztatta egy fiatalember életét. A fiatalember is, akárcsak a lámpa, több volt, mint aminek látszott. Egy csiszolatlan gyémánt. Akarod hallani a történetét? Elmesélem. Meg Ellen McCann és Willy Houtvás zenéjét. Elkalauzoljuk önöket az 1001 éjszaka világába, ahol megismerkedhetnek egy szegény fiatal fiú és egy dúsgazdag hercegnő szerelmi történetével. Ám a történet nem olyan egyszerű, attól válik bonyolultá, hogy a gonosz Jafar is hatalomra vágyik, s mindent megtesz annak érdekében, hogy a hercegnő kezét ő nyerje el, ne Aladdin, hiszen csak így lehet ő a szultán. Thank you.
kitüntetés tulajdonosa, becenevű Slowhand lassú kezű, Grammy díjnyertes brit gitáros, énekes és zeneszerző. A rock korszak egyik leginkább megbecsült és legnagyobb hatású gitárosa, akit egyedülálló módon háromszor is beiktattak a Rock and Roll Hall of Fame-be. Clapton a rock zene történetének egyik legnagyobb hatású zenésze. Most hallható műben Eric Clapton dalai csendülnek fel. Laila, Wonderful Tonight, Tears in Heaven. Fogadják sok szeretettel! Thank you.
rövid technikai szünet előtt szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, akik egész héten zenekari szólampróbákat tartottak, és a gyerekeknek elméleti kurzusok voltak délelőtt, délután pedig zenekari próba hétfőtől csütörtökig 2 meg 3 órás próbák. Ez a Nemzeti Fejlesztési Alapból nyert a Zeneiskola Alapítványa a pénzt, és ebből ezt a projektet a drámatagozatosokkal együtt tudtuk létrehozni. És nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani Simon Szabolcsnak és Katona Attilának, akik a filmeket vágták össze, és azt gondolom, hogy nagyon nagy sikerrel egy bizony minden lesz a hatása. És persze nem utolsó sorban a szülőknek, akik mint mindig az zenekar mögött állnak és segítenek, úgyhogy azt gondolom, hogy kollégák és mindenki unblock egy hatalmas tapsot megér. Köszönöm. Helyet cserél. Ezután a Tücsök zenekar programját hallhatják.